A 2018-as év bővelkedni fog a kihívásokban, de a lehetőségekben is. Az a kérdés, hogy ezeket a lehetőséget hogyan használjuk ki. A 2018-as évre tudatosan fel kell készülni. Többek között azért, mert lesznek olyan jogszabályi változások, amelyek elemében befolyásolják egy rendelő működését. És nem szabad, hogy ezek a változások váratlanul, felkészületlenül érjenek minket, mert pánik hangulatban csak tűzoltásra van lehetőség és semmi másra. Egy tudatos rendelővezető pontosan tudja, hogy a következő évben mi vár rá, és milyen lehetőségei lesznek arra, hogy továbbfejlessze a saját rendelőjét. Én azt gondolom, hogy a legértékesebb az, ha összegyűjtjük ezeket az információkat, és közösen készülünk fel a 2018-as év lehetőségeire.